Sziasztok! Egyperces kalandpályák. Igen, az első rész után egy nappal, azt hiszem már másnapra, igen, már összegyűlt egy videóra, egy videónyi pálya, sőt azóta még egyszer annyi, szóval hát még két rész tuti lesz, de gondolom ezután még több fog jönni is, és akkor... Szóval látom, nektek is tetszik, ennek örülök. Igen, többen írták, még azt akartam mondani, hogy többen írták, hogy ekkor, meg akkor indítsam be az órát. Itt tényleg a stopper, ezt nem készítettem elő. Tehát, közben a stoppert keresem, igen, meg is van. Tehát többen írták, hogy ekkor, meg akkor indítsam el. Hát nem, nagyon nem. Mondtam, hogy indulástól számítjuk, mert ez a lényege. Én találtam ki ezt a műfajt, vagy stílust, úgyhogy így lesz és kész. Az, hogy valamikor később indítom el, az már nem igazi egy perces, szerintem. Az már akkor sima kalandpálya, csak időzítővel. Na, ennyi bevezető után, akkor lássuk is a pályát, azt mondja, Oli csak, ha jól mondtam. Igen, Oli csak, így írtam. Készítette a pályát, és az a címe, hogy karácsonyi adventure map, meg egy liter water. Akkor start. Oké, szia Csabusa, először ezt nyisd ki. Hú, sok hógolyó. Na. Történet. Spawn ponttól, ahol akarsz, karácsonyi minigame, karácsonyi spawn pont, utána ezt, spawn pont. Itt a spawn pont, mi spawn? Na mindegy, elírta a spawn pontot, hogy csak neked. Mi a történet? Karácsony minigame. A Mikulás ellopta a karácsony ajándékokat a gyerekektől, ezért neked kell visszaszerezni. Gondolom, most felmerül benned a kérdés, hogy miért pont én. Nos, igazából én sem tudom, de majd a pálya végén kiderül, vagy nem. Na szóval, ha kérdezed, hol van a Mikulás titkos barlangja, megtudhatod a könyv 24. oldalán. Itt van valami írás. Na, Merry Christmas lesz. Igen. A Mikulás titkos barlangja, nem tudom hol van, de tudom, és lejárt már az egy perc, szóval ideig jutottam a pályával. Valaki írta, hogy itt hagyjam is abbat, de nincs szívem, most folytatom, de ha nagyon hosszú lesz, akkor nem megyek rajta végig, tehát itt az a lényeg, hogy nagyon rövid pályák. Tehát, a Mikulás titkos barlangja, nem tudom hol van, de tudom, ki tudja, hol van. Keresd meg Rudolfot, a rénszarvast, akit az északi sarkon találsz meg. Mármint nem tudom, hol van az északi sark, de valahogy csak eltalálsz oda. Kövesd a kék gyapjút. 0000. Ne lapozz tovább. Jó. Biztos nem poén lesz a végén. Én mondom. Ne hallgass rám. De én mondtam. Vagy semmi értelme. Jó. Fú, ez olyan sokat írt, de tényleg szüksége van erre a sok hógolyóra? Olyan sokat írt, hogy ez nem tudom, hogy gondolta egy percesnek. Boldog karácsonyt, ja, meg ilyenekkel húzza az időt. Hát ez igen. Így a kezdőszoba után nem gondoltam volna, hogy egy ilyen pusztában vagyok. Honnan a sétál? Ez jó. Már unda sétálást, igen. Ja, de már mégiscsak most indultál, de nem baj. Ja. Te mondod, mi a franc? Ez az északi sár? Ki kell derítenem, mi történt? Nyugi, nem mob fight lesz, hanem Mikulás harc. Móvok szvantoltak, ha, még be is vetted. Jaj. Atomüber táp séta hógolyó. Az igen. Atomüver tápsét a TNT, meg command block, meg... Ezt már mi is bírom elolvasni, gondolom card. Biztos, ez igen. És atomüver tápsét a pálca. Atomüver tápsét a pálca. Hát egyértelmű, hogy ezt választom. Ez mi lehet? Mi az ott? Az ott a Mikulás? Nyom meg a gombot. Hát a Mikulás, az igen. Mikulás, ho, ez itt a Mikulás börtön, ne is kérdezz, hogy juthatsz ki. Mikulás láthatatlan segítője. Ja, hogy ő mondja. Nehogy elmond neki a sarokban lévő ládát. Biztos elfelejtett valamit berakni, és kiüthettem volna ezt.
kiütem mellette. Hó, az igen. És 25 húst adott? Hát igen, atomübertáp sétapálca. Igen, ezt muszáj megnyomnod. Ha manat. Igen, ezt muszáj. Még egy manat. Jaj. Mi ez? Karácsonyfa? Micsoda karácsonyfa? Meg micsoda ajándék. És mi az a hatalmas lyukas ajándék? Nézd meg a chesteket. Hát ezt nagyon nem gondolta egy perces meg. Nem veszitek komolyan? Jusson a Mikulás sapkáját. Hú, hát ez nagyon kedves. Jó, nem látok folytatást, akkor op, de... Vége meg vége kettő. Vége, ügyes vagy autóműves, hát sétapálcás harcol. Jé, hogy tudja, hogy az maradt nálam. Megmenteted a gyerekek karácsonyfa... A gyerekek karácsonyát? Ja, karácsonyát. Jó, karácsonyfát akartam olvasni. De várj, most ki fogja majd következő karácsonykor kivenni az ajándékokat. Mindegy, még úgyis messze van a következő karácsony, mondd meg. Oldják, majd megoldják valahogy. Szóval kivitted a pályát, gratulálok, boldog karácsony, illetve neked családodnak és minden is nézni, bla bla bla. Ez túl hosszú lett, ez nem egy perces pálya, nem jó, kiesett, fél, minden, oké. Meg egyébként sem szeretem a Mikulást bántani. Szegény Mikulás. Szegény Mikulás. A következő pályát Mr. Mexico küldte, és az a címe, hogy semmit sem tudsz. Jó, tényleg nem tudok még semmit, akkor... Start. Vannak nálam cuccok, és kreatívba vagyok. Hoppá, ez gondolom hiányosság. Mindegy, így maradunk. Történet. Izé, nem tudom, siess már, bele kell férni, az ajtón túl van a pálya, szabályok. 1.8, peaceful. Peaceful. Mint egy nyomónap. És ha nem nyomom meg? Jaj, ne akadjál, ide fog esni. Na, ezt most megnyomjuk. Volna kivágták a fákat, került ki őket gyorsan. Fél perc. Jaj, ne a faluban elvíz, gyorsan menj át. Ez így gyors volt. Mi ez? Múzeum? Nem is lényeg. Keresd meg a gombot. Oké. Hát, ez már kiderült, hogy béna vagyok gombkeresésben. Fenn nem is néztem. Minek kerestem? Hát igen, figyeljetek oda. Itt a sztár, és lejárt egyébként, ideig jutottam. Adsz egy autogramot. Készítettek képet veled. Azt nekem egy minózott karácsonyra. Ippi. Ez lett volna az egyperces pályám, teljesítetted az izét. Köszönöm, hogy kijátszottad, és most adja nézőknek, akik itt állnak, de bén vagyok. Egyenként egy tehenet, info készítési idő, nagyon 5 perc, Mr. Mexico, ha esetleg nem fért volna bele, akkor csak te voltál béna, mert le lett teszel. Jó, ha ismered a pályát, akkor persze végigmész egy perc alatt, nem úgy kell tesztelni, hogy a saját pályádon végigmész. Mindegy, osztogatok gombokat most. A következő pályát Dani 1231 készítette, és ez a cím, hogy egy perc és nyersz. Hát akkor indítsuk is. A célképet készítette, igen. Ne kérdezz és ne olvasd, csak fuss. Csalni nincs idő, szabály nincs, csak fuss. Mondtam, hogy ne olvasd. Oké, igaz. A pályát hálós iramban vidd végig. Fontos. Fontos info a végén. Na. Most meg oda. Ez tök jó, mindig megfejlem a plafont. Szóval, ha unod, de egy perc van, jön a lift. Neked nincs egy perced. Mehetsz. Mégis csak gyorsabb. És ilyes nincs csak idő. Túl gyors, fékezz. Oh, bum, ütközdé, várj. 10 percet, hogy újra a játékba érhet, nincs visszaérhet. Szóval, ha tovább engednek, remélem tudsz úszni. Nem gáz, majd megtanulsz. Így most fog lejárni. És ideig jutottam. Jó hír, tudsz úszni, rossz hír, most jön a termálvíz. De van itt ilyen, itt. Ó, de vicces. Elvette is. Hát akkor ez ennyi.
Nem tudok végigvinni. Nem tudom végigvinni. Hát jó. Akkor ez így sikerült. A következő pályát Kenny 26 készítette, és ez a cím, hogy egy perces sablonok. Fú, ez már nagyon rosszul hangzik. Hát akkor start. Sokajtós szoba, eláda. Történet, tudnivalók, szabályok. Mindenféle fölösleges tudsz. Most erre nincs idő, jó. Varázsló vagy Harry? Cicik. A Titanic elsüllyed. Lenyeltem egy katicát. Everything is awesome. Kecske egy ilyen Attila. Gala Miklós jobb volt. Ezt jó volt tudni. A pálya címe egy perces sablonok. Szerinted van történet? Siess erre. Quiz. Szereted a tejet? Hát én nagyon szeretem a tejet. Igen, és a kakaót is? Azt is? Labirintus. Nem is nézek körül. Mobfight. Húha. Parkour. Jaj, majdnem belugrottam simán. Ide viszont sikerült dugni. Gratuló, teljesített a pályát, oh, barrier volt. Jó, ez viszont belefért az egy percbe, úgyhogy ez most igazi egy perces pálya volt. Örülök, hogy van ilyen is. Gratuló, teljesítetted a pályát, további ehhez hasonló jóságét iratkozz fel az RS csatornámra. Haha, haha. Szimmetrikus a kedvéért, itt lévő táblácska problém. YouTube jutalom. Következő. A következő pályának szintén az a cím, hogy egy perc és nyersz, és Slaki készítette, vagy Slaki, nem tudom, hogy kéne ezt mondani. Akkor start. Sok vizes szivacs. Légy üdvözölve Stevie bácsi hónaljában. Fú, ne foglalkozz semmivel, csak juss ki innen, Stevie bácsi nagyon izzad. Ez poén, tényleg olyan. Jaj. Siess, ezeket végig kell volna nyomkodni? Nem mindegy, most sietek. A Stevie bácsi mi? Nem bírom végigolvasni, túl hosszú szöveget ír. Biztos nagyobb monitora van nálam. A Stevie, siess, mindegy. Sietek. Fú, de sokat izz a Stevie bácsi. Aha, de nevér is van a hónaljába. Így nem tudok, de így tudok. Jaj, nem már. Ja. Természetesen nem a legegyszerűbb módon próbálkozok. Én se. Csak vicceltem, hogy én nincs kiutazok, hogy bekerülhetett a mapom az egyperces map videóba. Pályát készítette Slaki vagy Slaki. És van YouTube. Mert ő egy YouTube-us, vagy hogy is volt. YouTube-us, jól mondtam. Jó, ez ötletes volt, nagyon egyszerű, de hát ide egyszerű pálya is kell, úgyhogy teljesen ez is belefért az egy percbe. De nagyon ötletes, tényleg az a hangulat, hogy fú, itt az izzadság. A mai utolsó pályánk, mert úgy döntöttem, hogy videónként mostantól öt lesz, Botti 2345 készített, és ez a címe, hogy egy perces kalandpálya a telefonszám. Igen, vannak akik még küldtek, tehát ennél több pályát kaptam, azok értelmszerűen a következő részekben. Sőt, ha már itt meg van nyitva, akkor gyorsan megmondom. 2, 4, 6, 7. Az azt jelenti, hogy még lesz két ember, aki még az azutáni részben kerül sorra. Akkor indítom is. Jó, jó sok telefonkönyv, jó sok szöveg, szeretet, szeretet. Mindenben van állítva, a szeretetet csak akkor használt, ha írom. A barátodnak színnapja van, aki mellesleg nagyon szomorú, ezért szeretnéd megajándékozni egy tortával is a szereteted, de ezért ilyen minden. Most a fejedben vagy, mert nem emlékszel a szakás számára. Ó, eddig tetszik a történet. És mellesleg a szeretet részekben az agyadban. Nem a memóriában kéne keresni? Mindegy. Üdvözöllek a szeretet pályán, igen. A telefonszámokat csak véletlenszerűen írtam meg. Jó. Gyors. Oké. A hűn szeretett parancsblokk. Meg kell nyomni?
meg kell szerezned a torta készítő számát. Ó, hát ez hosszabbnak tűnik, mint egy percnek, főleg, hogy most jár le. Szerzett eleje velem valami. Nagyon kedves pálya. És most használhatom? Jó, most már lejárt. Túl sokat írt, elment az írással. Az is beleszámít. A szerezett eleje velem van. És ugrabugrálás. Jézus. Ez is tudta, hogy vágva lesz. Mert már eldöntöttem, hogy az első, ami kicsit jóval hosszabb lett, azt a... Az is vágva lesz. De vagy nem tudom, hogy... Hogy ide kellett jönni? Hogy milyen game módban voltam, de... Game módban, játék módban. Torta készítő számmal. Hát igen. Ne, így sosem tudom megrendelni a tortát. Folytatás következik, köszönjük, hogy kivitted. Igen, ötletes volt a történet, a feladat az meg... Hát csak parkour, az nem vett le a lábamról. Hú, most ezek között még volt a legjobb? Hú. Most olyan nem volt annyira egyértelmű, nem volt annyira kiemelkedő. Ennek a története tetszett, az izzadósnak is tetszett. Az olyan... Nem is tudom. Kreatív volt. Nem szokványos. Valahogy nem tudok úgy egyet eldönteni. Szavazzatok, írjátok meg, hogy nektek melyik, meg miért. Jó, majd lesz valamikor még egy rész. Vagy, illetve még legalább kettő, mert annyi pálya van. Meg ha küldtök, akkor még... Kézzük a nyomjam.